Keresztúri vezényelte ezt a kommunista szombatot. Egy órát söprögettek a munkatársak a múzeumkertben, majd a Keresztúri berendelte a szobájába azokat a munkatársakat, akik rendszeresen publikáltak, tehát kutatók voltak, vagy pedig akikről lehetett sejteni, hogy vannak kutatói ambícióik. És akik pedig jelen voltak, azoknak, ha nem is volt kötelező, de nagyon illett hozzászólni a tárgyhoz. A Keresztúri Fond kutatásának és feldolgozásának digitális filológiai lehetőségeiről szól. Most jelent meg a Kópián és a Duplán az első kisebb alkorpusza a levelezésnek, az Egri József által írt levelek, illetve beszélek arról is, hogy egy ilyen levelezés korpuszt milyen adatvizualizációs eszközökkel lehet még megjeleníteni. Többek között térképes vizualizációval, meg kapcsolati vizualizáció által. Sokszor találkoztam Keresztúri Dezső nevével, és most ünnepli a színháztörténeti osztály, a színháztörténeti tár a megalakulásának 75. évfordulóját. Ezek mind arra sarkaltak, hogy beadóban foglalkozzak a színháztörténeti tár osztály megalakulásával, és így részben Dénes Tiborral és az őt követő Keresztúri Dezsővel. Széchenyi könyvtárban dolgozott édesanyám is, és annak idején a keszthelyi Helikon kastélyban még voltak vendégszobái a Széchenyi könyvtárnak, és ott többször is tartózkodtak, és ott találkoztak Keresztúri Dezsővel és még a feleségével is, és így a park és sétálások következtében személyesen is el tudtak beszélgetni. Ezek motiváltak, hogy most ezt az előadást megtartsam. Egy intézménytörténeti adalékot elmondanék, Oral History, Keresztúriról természetesen. A történet itt és minden intézményben, az egész országban kötelező volt időnként, elég gyakran úgynevezett kommunista szombatokat tartani, amikor a munkatársak bementek és olyan munkát végeztek, amelyet egyébként nem kell végezni, normál esetben nem végeztek a hétköznapokban. Na most azokon a kommunista szombatokon, amikor úgymond a Keresztúri vezényelte ezt a kommunista szombatot, akkor a következő történt. Egy órát söprögettek a munkatársak a múzeumkertben, majd a Keresztúri berendelte a szobájába azokat a munkatársakat, akik rendszeresen publikáltak, tehát kutatók voltak, vagy pedig akikről lehetett sejteni, hogy vannak kutatói ambícióik. És akkor kezdődött egy workshop. Egy előre kijelölt kutató előadást tartott a saját témájáról, vagy hogyha még nem volt teljesen készen, akkor a kutatási metódusról, tárgyról, problémákról, kérdésekről, és akik pedig jelen voltak, azoknak, ha nem is volt kötelező, de nagyon illett hozzászólni a tárgyhoz. Na, ez volt a Keresztúri féle kommunista szombat, aminek ugye azért több üzenete is lehetséges. Ezek közül mondjuk egyet szerintem érdemes megemlíteni. A történet jól mutatja azt, hogy azon a nehezített pályán a Keresztúri, mint a könyvtár tudományos életért felelős vezető, mindent megtett a saját hatáskörében, sőt a hatáskörét túllépve is mindent megtett a történet szerint, akár a
politikum által kijelölt blőd feladatok és rendeleteket is zárójelbe téve, mindent megtett, hogy a Széchenyi könyvtár megőrizze azt a rangját, azt a reputációját a magyar tudományos életbe, amit már a 19. század végén kivívott magának.